A Pécsi Egészségtudományi Kar kimagaslóan nagy hallgatói létszámmal kezdi meg az új tanévet. A tavalyihoz képest ismét nőtt a felvett hallgatók száma, így 1162 fő kezdheti meg tanulmányait egészségtudományi, sporttudományi és pedagógus képzési területeken a kar 4 képzési helyén. Mindemellett az angol nyelvű programra 121 nemzetközi hallgató, a székhelyen kívüli zombori ápolóképzésre pedig további 24 fő nyert felvételt. A képzési portfóliónk jelentős mértékben nem változik, tehát amit eddig vittünk, az továbbra is megy, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a digitalizáltságra, tehát hogy a tananyagainkat valóban nem csak a szavak szintjén próbáljuk meg digitális formában egy felokosítottabb környezetben a hallgatók felé elérhetővé tenni, hanem hát erre reményeink szerint a valóságban is sor fog tudni egyre több képzésünkben kerülni. Az új tanévnek ugyanakkor fontos eleme, hogy a Modern Városok program keretében megújulnak a kar belvárosi épületei, illetve jelentős eszközbeszerzés is várható a szimulációs központban. A fejlesztések azért is nagyon fontosak, mivel az intézmény többnyire hiány szakmának minősülő képzéseket folytat, a hazai egészségügyi ellátásban pedig kulcsfontosságú szerepet tölt be a szakdolgozók utánpótlása. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy egy nagyon szép városba fognak érkezni, de akár bármelyik képzési központról is ez elmondható, nagyon fontos azt, hogy valóban kellő szorgalommal és kitartással álljanak hozzá ehhez a fajta tanuláshoz, és gyakorlatilag azt se felejtsék el, hogy az egyetemen megszerzett tudás vezet a jövőjükbe igazándiból, és ez lesz a leghatalmasabb fegyverük az elkövetkezendő időszakban, majd hogy megállják a helyüket. A pécsi tanévnyitó ünnepségen bemutatkoztak a karok vezetői, köszöntötték az első éveseket, akik fogadalmat tettek az egészségügy és szociális hivatásokból eredő elkötelezettségük teljesítésére. A rendezvényen átadtak továbbá elismerésekről, díjakról szóló okleveleket is az egészségtudományi kar kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozói és hallgatói részére.